Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt. Hát, mi jut eszedbe, amikor így ránézel a lányokra? Én, amikor folyosan találkoztam, akkor azt mondtam, hogy a nővéred? Igen, ugye? Ugye? De abszolút gratuláció, tényleg. Hát így kinézni, atya úristen, a sárga irítség elöntött látszik is. Tényleg előbb piros volt a nadrágod, most sárga. Hát te látod. Igen, kint hát egyébként, amikor az előbb érkeztünk, akkor azt kérdezték, de várjál, az van ide írva nekem, hogy az anyukád, de jössz, hol az anyukád? És mondtam, hogy ő az. Úgyhogy elég sokszor ütközünk ebbe a kérdésbe, hogy nem akarják elhinni. Sőt, volt olyan, hogy a személyigazolványomat megmutattam, hogy anyja neve, és akkor mondta, jó, akkor most mutasd meg te is. Úgyhogy voltak ilyen dolgok. Hát de alkattól függetlenül, mitől lesznek barátnők? Tehát anya gyerek, nevelni kell a gyereket, szigorúnak kell lenni, néha-néha, nem annyira, de picit. És hogy alakul át a baráti kapcsolatban? Hát igazából ugye tudni kell azt, hogy én nagyon fiatalon szültem, ugye 18 éves múltam még csak, és az igazi anyai érzések, azt kell mondjam, igazából 24 éves koromban alakultak ki, de én addig babáztam. Tehát ezt úgy kell érteni, hogy minden, amit csináltam, azt teljesen másképp csináltam szerintem, mint egy anya. Tehát aha. Én, amikor pici volt, én folyamatosan táncoltam vele, folyamatosan próbáltam tanítgatni. Például úgy tanítottam őt számolni, hogy francia kártyával tanítottam meg neki a számokat. Ez igen, bele a sűrűjébe. Lehet, hogy azért pókerezik ilyen jól mostanában. Ez simán elképzelhető. Igen, de óriási segítség volt ugye a Dédi is, tehát ugye azt kell tudni róla, ugye elég sokat, sőt szerintem többet tudnak róla, mint egyébként rólunk. Tehát, hogy a Dédi nevelte fel az édesanyámat is, és ő is nagyon sokat besegített. Tehát, hogy egy kicsit ilyen szerepcsere volt a mi családunk. Olyan volt, tehát hogy ő volt az anyuka kvázi, és mi meg mint egy testvérek. Na, valaki kettetni is kell a gyerekeket. Igen, nem csak táncolni, meg kártyázni. Igen, szóval ez abszolút. De egyébként el kell, hogy mondjam, hogy, hogy az általános iskolában anyukámtól nagyon rettegtem, mert óriási szigor volt. Tehát, hogy át tudod csapni a másikba, és addig nem mehetek, nem állhatok fel az asztaltól, amíg meg nem csinálom a házi feladatot, és a többi. És akkor mindig a mama szoknyája mellé bújtam, hogy mama, segíts, nem baj, jó a hármas is. És akkor mindig tehát jó van, most már nézzük a sorozatokat, és akkor mindig kaptam egy kis kibúvot, tehát hogy ott inkább anyu volt a szigorúbb, tehát hogy azért ott már érződött, de kiskoromban én is inkább ezekre emlékszem, de szerintem ez egyáltalán nem probléma, különben nem lenne a mai nap ilyen a kapcsolatunk, tehát hogy mindennek tudok vele beszélni. Igen, ez nagyon fontos volt számomra. Mindig azt mondtam neki, hogy én az anyukád vagyok elsősorban, de másodszorban a legjobb barátnőt szeretnék mindig is lenni, mert azt szeretném, hogyha bármi bajod van, ez legyen jó dolog, rossz dolog, azt szeretném, hogy velem hozz meg legelsőképpen, és ez a mai napig így van, és ennek én őszintén nagyon örülök. Igen, mert nagyon sok szülő ott követel hibát, hogy kimondatja a gyereket az igazságot, és aztán leszítja. És akkor a gyerek már legközelebben nem mer mondani, mert azt mondja, hogy hát kikapok ezért. Jó, de hát azért valamilyen szigorúság kell. Tehát azért valamennyire így, kell, az a gyereknek is használ. Igen, úgyhogy ennek nagyon örülök, hogy így alakult meg. Emlékszem arra is nagyon sokszor, hogy ugye már amikor úgy kamaszodtam, és már egyedül úgymond leengedtek, és játszhattam a többiekkel, tehát hogy mindig meg volt adva, hogy mikor kell felmennem, és akkor én ott voltam, tehát hogy én ilyen értelemben szerintem jó gyerek voltam. Tehát hogy nem kellett olyan dolgokhoz folyamodni, hogy akkor most büntetésbe rakjanak, vagy volt ilyen? Nem. Nem? Nem, akkor nem volt. Akkor jól mondtam. Mennyire volt nehéz egyébként? Mondtad, hogy 24 évesen találtál vissza ehhez az anyaszerephez, azért neked nagyon nehéz dolgot lehetett, nem? Tehát 18 évesen megszülni, ott van egy pici baba, miközben még te is kvázi gyerek vagy, hiszen éppen csak átlépted a felnőtt kor határát, szóval ez nagyon-nagyon nehéz lehetett. Nyilván, mivel ott voltam, ami tehát hihetetlen nagy segítség volt. Nagyon, tehát én ezt nem is tudom elmondani, hogy mekkora segítség volt a részemről, mert ugye én azért dolgoztam, tehát volt, hogy én reggel 6-kor elmentem otthonról, és csak késő este mentem haza, és nyilván addig az Edina a mamával volt. És hát nem tudom, nyilván ő töltötte be ilyen szinten akkor az anyaszerepet, és nagyon rossz volt az is sokszor, hogy ugye ő még aludt, amikor én eljöttem, és már aludt, amikor hazamentem. Tehát azért voltak ebbe olyan kicsit olyan szívszorító dolgok is. Az biztos. Igen, az. Igen. De látom, most is elérzékenyülsz. Ő nagyon. Ő abszolút olyan vagy. Melyik kép ugrott be?
Hát ez abszolút igazából magam elé tudom képzelni, tehát így de megvan az első pillanat. Egyébként nagyon sok dologra emlékszem, és emlékszem sok olyanra is, amikor anyukám éppen elment, és mindig ilyen hogy mondják, ilyen majomba csimpaszkodtam a lábán, és üvöltöttem, hogy ne menj. Voltak ilyenek, tehát hogy emlékszem, de hát nyilván dolgozni kellett, hiszen ott voltam én, meg hát a mama, úgyhogy ez így alakult. Mi mindig egyszerre veszünk a levegőt. Ahogy emlékeztek arra a pontra, amikor egyenrangú váltatok? Tehát az a fordulópont megvan, amikortól már a barátság is belépett, és nem csak a szülő-gyereki kapcsolat? Szerintem ez inkább az általános éveim után volt azért, amikor már egy kicsit, tehát hogy azt tudni kell, hogy én azért ilyen nyolcadikos lehettem, amikor már azért láttam, hogy segíteni szeretnék a családomon. Nyilván elsősorban nem az, hogy én lássak el mindenkit, hiszen 13-14 évesen azért ez elég nehezen lehetett volna kivitelezni, de szerettem volna azt, hogy levenni a terhet a vállukról, úgymond, hogy legalább az én étkeztetésem, ruháztatásom. És ugye ekkor volt az, hogy én kitanultam úgymond magamtól autodidakta módon ezt a műköröm építést, illetve kéz- és lábápolás, stb. És igazából elég sok osztálytársamnak sikerült, mert hogy jól is csináltam, úgyhogy ebből úgymond így meg tudtam alapozni magamnak akkoriban a kis zseppénzemet, és szerintem ez volt az a pont, amikor látták, hogy én úgymond felnőttem erre, és illetve nem erre, hanem az, hogy én tudok két lábon a földön állni, és meg tudok magamnak mindent teremteni. Nagyon ügyes. Hát ebben nyilván példát mutattál neki. Neked is korán kellett. Meg a nagyit, tehát. Sok kérdés meg bennünk marad, igen. De hát ez élő műsor, és az óra az megy lineárisan. Egyértelmű. Majd folytatjuk. Jó, nagyon szépen köszönöm, köszönjük szépen, és maradjon köszönjük szépen. Így. Köszönjük.